Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit tegyek, hogy viszonyuljak hozzá? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Schiller számára. Kedves Schiller, üdvözöllek téged! Van egy hölgy az életedben, de nem reagál, és nem tudod, hogy viszonyulj hozzá. És mit tudsz tenni? Hogyan tudod javítani a helyzetet? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Mint egy uralkodó nő, ő áll a középpontban. Lehet, hogy kicsit egoisztikus. De élvezi a kisugárzását, a nőiességét. Ezen a képen látható a Vénusz bolygó szimbóluma, és az tényleg az ő nőiességére utal, de nem egy más férfira, hanem amit ő élvez, ha elismerést kap, vagy bókokat másoktól. Ezen a képen ez az uralkodónő nem csak Vénusz bolygóra utal, hanem Demeterre. Demeter, vagy más néven Gaia, az a földünknek az istennője, a klasszikus görög mitológia szerint. Itt nem a mi bolygónkról van szó, hanem a természetről, a termékenységről, amit a képen láthatunk, szimbolizálja ez a búza, és a hölgy is olyan, mintha egy kisbabát várna, tehát itt lesznek újdonságok nála, lesz egy új kezdet, és ő most megalapoz valamit, és hisz abban, hogy ez termést hoz. Itt lesznek munkahelyi változások nála. És most megtekintjük a következő képet. Ezen a kártyán láthatjuk a kelyheket. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Nem csak te gondolsz rá érzelmekkel, hanem ő is gondol rád, és neki is vannak érzelmei. A hetes szám az a hold energiájával áll összefüggésben, és az mutatja a vágyakat, a reményeket és az álmokat. Sőt, az is előfordulhat, hogy te megjelensz az ő álmaiban. Amit még a hold energiája szimbolizál, az inkább olyan visszahúzódó, várakozó, amíg történik valami. És hisz abban, hogy egy álom megvalósulhat, de ő passzív. Ő arra vár, hogy te jelentkezz újra, amit meg is tettél, többet nem tudsz tenni. Akkor is, ha ő ezt elvárná tőled, mint egy uralkodó nő. Nem kell minden kívánságát beteljesíteni. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt utal változásokra. És pontosan ez, ami most nála történik. Ott alul vannak a félelmek, és ez utal a múltra, talán még a jelenre is. Ő fél valamitől, de ő elbúcsúzik ezektől a félelmektől, bizonytalanságoktól, és meg lesz a hite, hogy minden jóra fordul, nem csak ami a munkahelyet illeti, hanem ami a párkapcsolatot illeti, vagy a kapcsolatot kettőtök között. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a hintó itt változásokra utal. De neki kell kezébe venni a dolgokat, illetve irányítani a dolgokat. Ha azt az utat követi, amit a fehér ló mutat, akkor itt lesznek változások,
akadályok nélkül, munkahelyi változások, vagy változás kettőtök között, sőt, még egy találkozás is. Ha viszont ő a másik irányba figyel, amit a fekete ló mutat, és mindig visszatekint a múltba, akkor az lelassítja az eseményeket. Jelenleg még bizonytalan, és felteszi a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, jelentkezzen nálad, vagy várjon arra, hogy te bókolgatsz neki, és újra jelentkezel nála, ami szerintem egy hiba lenne. De hogy alakulnak a dolgok, azt megnézzük most a következő kártyánál. Ez a kép utal igazságtalanságokra. Az a férfi ott középen gazdag. Abból ad valakinek valamit, a második személy az elveszi ezt a pénzt, a harmadik meg a negyedik, amit a kezek mutatnak, nem kap semmit. És te így érzed magad, hogy itt nem volt meg a múltban az egyensúly, mindig te voltál az adakozó, és ő ezt szívesen el is vette. Mit kaptál érte? Nem olyan sokat. Ez mutathatja a te érzelmeidet, vagy azt, hogy ez a hölgy tudatában van ezzel, lehet, hogy kihasznált téged. De jelentheti az ő jelenlegi helyzetét is, hogy a munkahelyén úgy érzi, hogy mások kihasználják őt. Itt néha nem csak anyagiakról van szó, hanem ha valaki rabolja az ő idejét, rabolja az erejét vagy az energiáját, akkor is előfordulhat, hogy ő is úgy érzi, hogy mások kihasználják őt, ebből profitálnak, és ő emiatt erőtlennek érzi magát. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép az erőre utal, és itt van két irány vagy lehetőség, amit kifele mutatunk, mert meg kell, hogy védjük magunkat, ezt szimbolizálja az oroszlán, és a belső erő, a mi hitünk, az, amit ez a hölgy itt szimbolizál. Az jelentheti azt, hogy te adsz neki erőt, vagy ő a későbbiek folyamán erősít téged, és ebben kell hinned. Szükséged van erre a hitre, erre a belső erőre. De az is lehet, hogy ez a hölgy jelen pillanatban erőtlennek érzi magát, és vár arra, hogy valaki megvédje őt. Lehetnek itt kihívások, például a munkahelyen, és naponta be kell neki bizonyítani magát. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen, itt bal oldalon te vagy látható, és pontosan így gondol rád. A hetes szám ugyanúgy, mint a kejheknél, a hold energiájára utal. Itt vannak álmok, remények, vágyak, szenvedélyek, mély érzelmek. De olyan várakozó. A hét kehely mutatja azt, hogy ez a hölgy vár arra, hogy te elcsábítsd őt, és ez a kártya, itt bal oldalon arra utal, hogy ő úgy gondolja, mint a te várnál arra, hogy ő csábítson el téged. A vágyak, a remények, az álmok megvannak nála is, és nálad is. Ez a hölgy úgy gondolja, hogy te a kezedben tartod ezt a botot, és véded magadat. Nem engeded meg a közelségét.
vagy nem tudja azt, hogy közeledjen hozzá. Azon kívül megvannak az elvárásai, hogy te közeledj ő hozzá. Nem tudja eldönteni, hogy mi lenne helyes a kapcsolatot felvenni veled, vagy várni arra, amíg a sors ez úgy magától elintézi, vagy arra várni, hogy te jelentkezz újra nála. Nem látja azt, mi van a háttérben. Nyitott ez a kapu, vagy be van zárva? Zárkózott vagy, vagy nyitott vagy? De ha most te közelednél hozzá, és mindent megkapna, amit kíván tőled, és elkényeztetnéd, ezt nem becsüli meg, inkább úgy mondanám, akkor kihasznál téged. Tartsd meg a büszkeségedet, ugyanúgy, mint ahogy ő is büszke, és ez látható ott középen, ő itt az uralkodó nő. Mit tudsz tenni ebben a helyzetben? A botok ott előtted jelentik a kapcsolatokat, a lehetőségeket. Higgy abban, hogy ez a hölgy átteszi magát a félelmeken, a bizonytalanságokon, és meg lesz ahhoz az ereje, hogy a kezébe vegye a dolgokat, amit ez a hintó mutat, és visszatér hozzád. Vagy bíz az égi hatalomban, hogy újra lesz egy találkozás, és meg lesz arra a lehetőség, hogy megbeszéljetek mindent egymással. Ez a jóslás számomra azt mutatja, hogy itt egy büszke nőről van szó, aki szeretné, ha mások megbecsülnék, elkényeztetnék őt. Ezt ki is használja egy kicsit. Vannak érzelmek, ő szeret téged, de vannak félelmei is. Ez nem veled kapcsolatban, hanem ami a múltját illeti. Át kellene tenni magát a félelmeken, és hinni abban, hogy minden jóra fordul ez a belső erő. És akkor kisugározza ezt kifele is, és meg lesz ahhoz a bátorsága, hogy felvegye veled a kapcsolatot, érzelmekről beszéljen. Fél attól, hogy elutasítod őt, hogy zárkózott vagy, ezt mutatja ez a kép ott bal oldalon. Vannak félelmei, és nem tudja, mi történik a jövőben. Nyitva marad ez az ajtó, vagy lezárod ezt a kapcsolatot, visszahúzódol, zárkózott leszel. Én biztos vagyok abban, hogy ez nem téged érint, hanem a múltját, az emlékeket. Fél attól, hogy visszahúzódsz, hogy egyedül marad, és ez, amit ő átélt a múltban. Kedves Schiller, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!